Rendőrkocsi 1, itt vétel. Zenével, tánccal, humoros szituációkkal ismertették meg az óvodás korosztállyal a biztonságos közlekedés szabályait Máté Szalkán. Mivel a régi módszerek nem mindig alkalmazkodnak az új kihívásokhoz, a Máté Szalkai rendőrkapitányság munkatársai évről évre új kreatív ötletekkel rukkolnak elő. Azt gondolom, hogy Cesare Beccaro szavait, amikor a hasznosságról értekezett, érdemes most is elővenni, és megkérdezni, hogy vajon mi a jó? Az, hogy menjünk a cselekmények után, vagy előzzük meg. Mi hisszük és valljuk, hogy amellett, hogy megyünk a cselekmények után, mégiscsak első az, hogy előzzük meg. A mai nap egy módszert adtunk, kimondottan az óvodás kornak a sajátosságaiból kiindulva, de természetesen egy teljes palettát most már sikerül lefedni, hisz gyakorlatilag 10 éve működik ez a kis csapat, és hát egyfajta Máté Szalkai novumként használva különböző eszközöket, a zene, a dal, a dráma pedagógia és a humor eszközét természetesen tesszük a dolgunkat, és azt látjuk, hogy erre most már egyre nagyobb igény van, az emberek megértik, hogy mit is akarunk mondani, és talán amikor közelükbe erről a bűn, akkor eszükbe jutott, mit is hallottak tőlünk, és talán nem válnak áldozata ezáltal. A bűnmegelőzés angyalai csoport már több mint 10 éve működik. Egyedi módon közelítik meg a bűnmegelőzést. Életszerű, hétköznapokban is előforduló szituációkkal hívták fel a figyelmet az áldozattá válás veszélyeire. Az innovatív prevenciós technika nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében. 4 éve már, hogy kidolgoztuk ezt a kis rosszcsontmanó közlekedik elnevezéssel futó kis projektünket, szoktunk vele óvodákban elmenni, vagy pedig az óvodások szoktak jutalomként hozzánk eljönni, megtekintik a kapitányságot, és a fogdát az nagyon tetszik mindig nekik, és akkor a végén lezárjuk egy ilyen kis oktató jellegű kis játékkal. Bakos Olivér kapitányság vezető kiemelte, a legjobb megelőzési módszer sokszor a legegyszerűbbnek tűnő megoldás. Például, ha telefonhívás érkezik egy pénzintézettől, egyszerűen csak meg kell szakítani a vonalat. Hozzátette, nem egyszerű a helyzetük, hiszen nem lehet mérni, hány személy nem vált áldozattá. Hinniük kell abban, hogy eredményes a munkájuk.